Idén sem maradhatott el a szüreti felvonulás Kétyen, a programnak az időjárás is kedvezett. A falu apraja nagyja a zeneszó mellett együtt indult el a település utcáin. A sort néhány fogat is tarkította, a feldíszített kocsin pedig vörös és rozébort vittek a vendégek kínálásához. A menet végül a folklór program helyszínére a sportpályán felállított színpadhoz érkezett. A kétyi gyerekek mellett a felnőttek sem maradtak el a szerepléssel. A Nyugdíjas Érdekszövetség és a Hagyományőrző Asszonykórus is a színpadra lépett. A környező településről is érkeztek fellépők, a Zombai Általános Iskola a német nemzetiségi csoporttal és a néptánc tagozattal is képviseltette magát. Itt pedig már a következő fellépők várakoznak izgatottan. A rendezvény legfiatalabb táncosai a Zombai Virágszálak tánccsoportot erősítették produkciójukkal a közönség legnagyobb örömére. Gödrey Zoltán polgármester elmondta, idén is igyekeztek színes, változatos műsorral készülni, és természetesen nem maradhatott el a jól bevált és mindenki által szeretett gulyásleves sem, amellyel a színpadi programok után vendégelték meg a jelenlévőket. Minden évben hagyomány nálunk, hogy a nap végén, amikor az összes folklor program kötelező része lemegy, akkor egy közös vacsorával szeretnénk kedveskedni a fellépőknek, az érdeklődőknek, és aki kilátogat erre a rendezvényre. Valóban így van, a megunhatatlan, nevezzük így, a megunhatatlan babgulyás készül ma is. Addig ez lesz, amíg nem mondják azt, hogy ne legyen. Ez egy nagyon jól összerakott étel, nagyon finom, ebben tényleg benne van minden, ami kell, és tényleg mindenkinek nagyon ízlik. Megint olyan jót főztök. Remélem, hogy nem lesz hiba. Nem, hát eddig mindig jó volt. Arról, hogy senki sem maradjon éhes, Forrai Tiborné és Antalné Pákozdi Katalin gondoskodott. Az asszonyok már délelőtt megkezdték az előkészületeket a hagyma, a füstölt bordaporc és a sertéshúsok tisztításával, darabolásával. Délelőtt 9:30 már idejöttünk, és akkor ugye nekiálltunk megpucolni sok-sok zöldséget, hagymát, fokhagymát, húsokat átvágtuk, és akkor 2:30-kor tettük oda főni. Időközben a bab is az üstökbe került, ezen a felvételen már csak a zöldségfélék, a zeller és némi utána ízesítés volt hátra, no meg persze egy jó alapos átkeverés a körülbelül egy órás készre főzés előtt. Forrai Tiborné azt is elmesélte, az ételt saját recept alapján felső nánai módra készítik el. Persze oda rakjuk a hagymát fonyasztani, akkor mivel ez füstölt bordaporccal van, akkor először jön a bordaporc, utána a sertéshúsok egy idővel később, akkor a piros paprika, a paprika, paradicsom, gulyáskrémek, köménymag, fokhagyma, majd most bele a babérlevél, és amikor ez így nagyjából egybefőtt, akkor felengedjük vízzel, bele a babot, forrásra számolva egy óra és megfő, és akkor zellerződ utánízesítés, csipetke tészta.
Végül, de nem utolsó sorban a kétyi szüreti felvonuláson a finom vacsora mellett mézes kóstoló, házi sütemények és bor várta a fellépőket és a vendégeket, este pedig utcabára vártak minden táncos lábút.